Napi 60 millió darab kocka gördül le a nyíregyházi legógyár szalagjairól. A multicég 2014-ben épített a megyeszékhelyen gyárat, most ezt kívánják fejleszteni. What we have also decided is to expand what we call processing. Több játékot fognak gyártani. Ehhez februártól újra kibérlik a Flextronics üzemcsarnokát, és újabb 150 főt vesznek fel. Ezt jelentette be szerde délután a nyíregyházi gyárigazgatója. Emellett a saját gyáruk területén bővítik az összeszerelő csarnokot és a raktárat is jövőre. A bővítések után pedig 200 új munkatársat alkalmaznak. A felvevő piacaink közelében kívánunk gyártani, a vevőinknek, a gyerekeknek pedig a legjobb kiszolgálást szeretnénk biztosítani, amire csak képesek vagyunk. Ez az egyik célja a bővítésnek. Másrészt a LEGO a minőség folyamatos fejlesztésén és gyártásán dolgozik, amihez erős, jól képzett munkaerőre van szükségünk. A LEGO hosszabb távon a nyíregyházi termelési kapacitás megduplázását tervezi. Ha erről a dániai központban döntés születik, újabb 1300 főt fognak felvenni. A cég szerint ez a fejlesztés 25-50 millió euróba kerülhet majd. A LEGO terveit Nyíregyháza polgármestere is üdvözölte, és azt mondta, ez egy jó üzenet a befektetőknek. Annál jobb referencia, mint hogy a LEGO befektet valahol nincs, tehát ez Nyíregyházának egy kiváló referencia, és természetesen, mint ahogy eddig is, mindent meg is teszünk azért, hogy a LEGO beruházás olajozottan, gyorsan zajlon majd. A LEGO jelenleg egy 122.000 négyzetméteres üzemmel rendelkezik Nyíregyházán, 2400 főt foglalkoztatnak, éves árbevételük pedig tavaly elérte a 28 milliárd forintot.